Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett kis közösségi felolvasó esten. Kicsit formabontó módon szeretnénk megünnepelni ezt a kultúra napját, amit 1989 óta ünneplünk Magyarországon. A makrancoskodásra a hátán ülő legény is felfigyelt, és egy határozott kézmozdulattal Jozafát völgyébe küldte Szent Péter teremtményét. A ló egy hangos prüszküléssel köszönte meg gazdája segítségét, mindez azonban elvonta figyelmét a közeli fűzfa egyik földből kiálló gyökeréről az út közepén. Hiszek abban, hogy nincsenek véletlenek, és abban is hiszek, hogy ennek a versnek mondani valója van, és remélem, hogy mindannyiunk számára. És remélem, hogy ez annak ellenére, hogy elég szomorú hangulatú vers, én azt gondolom, hogy ebben remény is van. Reményik Sándor, így emlékszem. Így emlékszem most múlt szörnyű napokra. Ha tudtam volna imádkozni, akkor így imádkoztam volna. Uram, kimondhatatlan rettegéssel nézem, hogy indul teremtett világot szakadni szerte széllyel. Hogy indul várni vérré és üszökké, amelyből nincsen feltámadás többé. Ma egy Grecsó Krisztián írást hoztam, aminek tulajdonképpen az a lényege, hogy ez az egész, mint irodalom, meg kultúra, hogyan csapódik le az emberben, meg hogyan lesz valakiből író, vagy irodalmár, és ezt hogyan éli meg kamaszként, és ezt szeretném ma felolvasni. Grecsó Krisztián, kortárs. Hogy írni muszáj, azt gyerekkorom óta tudtam. Botorsulok a magányról és a vágyról, jönnek, muszáj őket leírni, olyan jó, mint az ölelés, elfeledett közben, hogy vagy hogyha fáj. Hát ezt a könyvet nem én választottam, vagy mesét, hanem a tanárom, az Edith néni. Megkérdeztük, hogy felolvashatjuk-e, mert mi nagyon szeretjük a kultúrzált napot anyával, és így ezt a mesét fel szeretném olvasni. Nagyon jó, olvasd fel! Dolgosi, lustási, és többet nem hennyélek. Dolgosi és lustási együtt laktak egy kis házban. Ha dolgosi szántott, lustási feküdt. Ha dolgosi kaszát, lustási hortyogott. Bizony ez is csápás gazdálkodás volt. Dolgosinak mindig volt mit enni, inni, és lustásinak csak az jutott, amit a másiktól elcsenhetett. Mikor lesz a mesemondó verseny? Olyan egy 7 nap és egy 7 múlva. Akkor nagyon sok sikert kívánok neked, és köszönöm, hogy eljöttél és felolvastál, és kívánok, hogy nagyon sokáig néptáncoljál, olvassál, mondjál mesét, és érezd jól magad ebben a kultúrában, anyukáddal együtt. És még egy tanács, soha se legyetek lusták.